Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Üdvözlöm az aktivistáinkat, politikus társaimat, barátainkat, a sajtó megjelent képviselőit, és engedjétek meg, hogy bemutassam politikusainkat, akik beszélni fognak a Kádár János tervről. Először is Husztai Andreát, pártelnökünket, aki a Szolidaritás Mozgalom tagja. A Szolidaritás Mozgalom az a szervezet, amely ezt a mai Munkás Büszkeség napi rendezvényt megtartja, amelyhez csatlakozott az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom. Bemutatom Szanyi Tibort, ő az Igen Mozgalom elnöke, egyben az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnöke, miniszterelnök jelöltje. És Székely Sándort, és bemutatom Székely Sándort, országgyűlési képviselőnket, aki ennek a pártnak a pártigazgatója, illetve a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke. A mai napon a Kádár János tervről fogunk beszélgetni, arról a tervről, ami véleményünk szerint a szociális felemelkedés terve Magyarországon. Hogy mit jelent nekem például a Kádár János terv? Én 53 éves vagyok, és abban az időben, amikor én fiatal voltam, házasságkötés után egy szakmunkás házat tudott építeni. Házat tudott építeni úgy, hogy abban nem rokkant bele. Tudott venni egy kocsit is, illetve útjára tudta bocsájtani a gyermekeit is. Nekünk ezt jelenti a Kádár János terv, de most hallgassátok Husztai Andreát. Bocsánat, Székely Sándor. Határeset. Köszönöm szépen a szót. Nagyon nagy szerencsétek van, mert az történt, hogy én hajnali 4-kor fölkeltem, és írtam egy fantasztikus beszédet. Ezt most komolyan mondom, tényleg jó lett. De otthon maradt a papír. Úgyhogy az a helyzet, hogy itt most improvizáció fog következni, kérem szépen. Először is nagyon-nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt van ezen a rendezvényen, hogy eljött. Tudom, hogy nagyon sokan, nagyon messziről jöttetek. Ezt nagyon köszönjük. Ez nekünk nagyon-nagyon sokat jelent. Aztán köszönöm szépen, hogy azoknak, akik ezt szervezték, ezt a rendezvényt, ezt háromszor szerveztük meg, ezt a mai rendezvényt, ugyanis megszerveztük 2020-ba, de lefújták ugye a pandémia miatt. Idén is megszerveztük május 1-re, de azt is lefújták. És ugye most harmadszorra futottunk neki, és ez a harmadik sem volt egyszerű. Rengeteg technikai problémánk volt, szervezési és egyéb is, de megoldottuk. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, de a Linka Péter kollégának különösképpen, hogy rezenéstelen arccal harcolta végig ezt az elmúlt, mondjuk ezt a legsúlyosabb utolsó 3 hetet, illetve a Tóth Péter kollégámnak is, meg akik csinálták a kreatívokat, és átírták, és újra átírták, és megint átírták, szóval, hogy itt sok minden történt, nekinek nagyon-nagyon szépen köszönünk mindent. És hát van még egy ember, akinek meg kell köszönnöm ezt a mai napot, ő pedig Hammer Ferenc, aki ténykedésével óriási médiát biztosított a számunkra, és lehetőséget is adott nekünk, hogy a médiában újra elmondhassuk, hogy miért Kádár János, és mondjuk miért nem Horthy Miklós a mi példaképünk. Úgyhogy neki is egy nagy köszönet, hogy kérlek tapsoljátok meg Hammer Ferencet, ő a mi jó emberünk. Akkor, szóval az a helyzet, hogy én arra gondoltam, hogy arról fog beszélni, hogy hogy kerültünk ide, ebbe a sátorba, és hogy hol állunk, hogy mit érzünk mi, akik csinálják itt a közepén ezt a dolgot. Szóval elképesztő 4-5 hónap van mögöttünk. Elindítottunk egy országjárást azért, hogy összegyűjtsünk aláírásokat, azért, hogy 250 ezer forint legyen Magyarországon a minimálbér, és persze a többi számunkat is promotáltuk mellett, az 50 ezer forintos családi pótlékot, az 50 ezer forintos nyugdíjemelést, és azt, hogy legyen egy új bérfajta, egy szociális minimum jövedelem bevezetve Magyarországon. Egészen elképesztő volt a fogadtatás, így nem is volt, hanem egészen elképesztő a fogadtatás.
elképesztő mennyiségű ember írt alá online, és hála Isten személyesen is. Ugye azt gondoltuk, és jól is gondoltuk, hogy az év legnagyobb durranása az lesz, hogy mármint részünkről, hogy, illetve a, tehát ez az augusztusig bezárólag az lesz a legnagyobb durranás, hogy, hogy mi egy olyan aláírásgyűjtésbe kezdünk, hogy gyalogolunk. Hogy gyalogolunk, valamint, hogy én gyalogolok, és nyilván jön velem egy csapat, és akkor végiglátogatjuk az aktivistáinkat, meg a jelöltjeinket, bemutatjuk, de alapvetően faluról falura járunk. És mi ezt csináltuk is. És mindjárt rá is térek, hogy ez mennyire fantasztikus volt, illetve hogy mit tapasztaltunk. De azt nem gondoltuk, hogy előtte lesz még egy óriási dobásunk, ez teljesen a levegőből jött. Ugye ez a parlamentben a Fidesz az utolsó napon egy ilyen törvényt hozott be, hogy a pedofilokat meg kell büntetni, ám de ugyanezzel a, illetve hát listázni kell, tehát mi csak részt, mert szerintünk meg kéne büntetni, tehát hogyha minket kérdeznek, akkor mi sokkal súlyosabb büntetést adnánk a pedofiloknak, mint ami ebben a törvényben van. És ezt meg is szavaztuk volna, ám de ugyanebben a törvényben összemosták a pedofilokat az LMBTQ törvény emberekkel. És hát nálunk ez egy nagyjából kétperces beszélgetés volt az elnökségben, hogy hát ezt a törvényt, ugye én vagyok az országgyűlési képviselő jelenleg, ez majd nem sokára változni fog, mert sokkal többen leszünk bent, de hogy ilyen pillanatban én vagyok egyedül bent, és mi ezt két perc alatt megbeszéltük, ezt a törvényt nem szavazzuk meg, hát ilyen nincs, nem bélyegzünk meg, senkit se, se zsidót, se cigányt, se kék szeműt, szóval hogy egyszerűen nincs, ilyen törvényt nem szavazzunk meg, kész. És hát én nem is akartam venni a parlamentbe, mert inkább már indultunk, ez a kampánynak az első napja volt, mert úgyis leszavaz az ellenzék, hát ez egy ilyen elsikkadó törvény, de aztán az utolsó pillanatban észbe kaptunk, hogy hát azt láttuk, hogy a Jobbik az meg fogja szavazni, és úgy tűnik, hogy az ellenzéki pártok meg nem mennek be. És akkor ugye ebből az lett, hogy én bementem, és én voltam az egyetlen, aki nem szavazott egy ilyen törvényben. Hát botrány nem lett belőle, illetve köszönöm. Illetve botrány lett belőle, de nem a mi águnkon. Azt is megemlítették, hogy én nem elszavaztam, de inkább a többi szervezetnek a benem menetelével foglalkoztak, nagyon fura módon. Szóval, hogy ez egy extra dolog volt, ez pont aznapra esett, amikor indultunk erre a kampányra, és ez borzasztóan megdobott minket médiában is. 10 000 számra jöttek a Facebookra, az Instagramra, tényleg komolyan mondom, a köszönő üzenetek egészen elképesztő volt, és tényleg jó volt így elindulni, hogy nem a semmiből, hanem egy elég nagy média visszhanggal, és egy nagyon nagy ezeket az oldalakat, a közösségi oldalakon egy nagyon nagy hullámmal indultunk el, és elképesztően elkezdték nézni a videóinkat, a posztjainkat, tehát egy nagyon, nagyon jó indulás volt. És az egész kampány elképesztően jó volt. Én mondjuk ezt tudtam, hogy ez így fog történni. Én biztos voltam benne, hogy Budapesten, hogy vidéken is elképesztően jó emberek vannak, akár 10 fős faluban, akár 1000 fősben. Tehát ez nem volt kérdés. De azért nyilván az, amit az ember tud meg, amikor tapasztal, az egy egészen más dolog. Végigjártuk, nem az egész országot, de a kétharmadát igenis végigjártuk. Nem a nagyvárosokba mentünk, illetve nem csak a nagyvárosokba mentünk, hanem a kis településekre mentünk, akár a 100 fős településekre is. Mindenhol hát fantasztikus fogadtatás volt, tudtak rólunk, ha nem, akkor nagyon gyorsan megértették, hogy mit akarunk. Mindenki barátságos volt. Hihetetlenül sokszor fordult elő, hogy már nem is akartunk kampányolni, mert délután 4 volt, hogy általában délelőtt gyalogoltunk, aztán kiálltunk egy buszmegállóba, vagy ABC elé, vagy egészen az árokparton, tehát mindenhol aláírásokat gyűjtöttünk, és tegyen 4-5 órára már azért sokszor elfáradtunk, és leültünk egy kocsmába, hogy akkor iszunk egy kávét, vagy egy üdítőt, és oda jöttek hozzánk az emberek, ilyen pólóban voltunk, mint itt most nagyon sokatokon van, oda jöttek, hogy akkor ti vagytok azok, akik gyűjtitek? Hát igen, mi vagyunk. És akkor miért gyűjtitek? És addig, ameddig kikövetelték, hogy akkor elmondjuk ott is, a kocsmában, a fűszeresnél, az étteremben, hogy akkor miről szól ez, hogyan szól, ki kellett menni a kocsihoz, be kellett hozni az éveket, és alá kellett, hogy ők is alá akarják írni. Ők is benne akarnak lenni abban a sok százezer emberben, aki alá írni. Ez egészen elképesztő segítség volt abban, hogy tényleg ezt a 40 napot végig tudjuk csinálni, mert egyébként fizikálisan is, meg pszichésen is egyébként elég fárasztó volt. Hát ez volt az öröm része. A negatív része, ami egyébként elképesztően sokat hozott,
És aztán talán az, hogy kimondtuk, aztán pár héttel később, hogy akkor itt Kádár terv lesz, az ehhez nagyon sokat segített, de hát elég erős volt. Olyan volt, mintha egy lemezt hallgattunk volna végig, mindenhol, ami beakadt, és a lemez nagyjából erről szólt. 30 évvel ezelőtt itt mindenünk megvolt, mert volt TS, volt gumigyár, volt kosárfonó, volt bőrgyár, volt üveggyár, ugye végigjártuk Nógrádot, Borsodot, Szabolcsot, Hajdút, Békés Csabát, tehát elképesztő, Békés megy, Csongrádot, aztán Délnyugat, Baranyát, Somogyot, tehát hihetetlen mennyiségű helyen voltunk, elképesztő mennyiségű emberrel beszéltünk, és mindenhol elmondták, hogy mi volt itt, és hogy most egyszerűen nincs, elmennek az emberek munkát találni, vagy elmész a földes úrhoz valami culáger munkába, vagy csak tengődsz egyik napról a másikra, tehát hogy hihetetlen mondatok hangzottak el, de ugyanazok a mondatok hangzottak el, 30 évvel ezelőtt mindenünk volt, most nincsen semmink, most nem éheznek, tehát azért nem, hogy nem éheznek, de lehetetlen körülmények között élnek emberek, tényleg lehetetlen körülmények között, nincs víz, ivóvíz, Szegedben is rossz a víz, tehát most nem arról beszélgetünk, hogy én nem tudom, most mondjad, a cigány telepre már nem ért el a víz, nem. Szegeden a kollégiumban nincsen víz, és több megyeszékén is rossz a víz, és ihatatlan, tehát erről beszélgetünk 2021-ben Magyarországon. Tehát elképesztő mondatokat hallottunk, de nagyon megerősödve tértünk vissza ebből az útból, és azt kell, hogy mondjam nektek, hogy amikor nyár volt, amikor még nem jöttünk, tehát még nem ma volt, hanem egy hónappal ezelőtt, akkor már 250 ezernél tartottunk aláírásügyileg, és az a helyzet, hogy most 318 ezer aláírás van, érkezett erre, ami egyébként döntően ti voltatok, rengeteg jött online is, de ez nagyon-nagyon-nagyon sokat hoz nekünk. Mindennyiunknak, akik ezt csináljuk, sokkal jobb érzés arra gondolni, hogy igen, ez van. Mi nem csak úgy beszélünk, hanem ez a dolog itt van Magyarországon, ennek van támogatottsága, nem vagyunk őrültek, nem vagyunk bolondok, az emberek jelentős része, nagyon sokan ezt igenis támogatják, aláírják, nevüket adják és szurkolnak nekünk. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fantasztikus dolog. Igen. Na most, én lassan a végéhez érek a mondandómnak, és azt akarom mondani, hogy ami most fog következni a következő hónapokban, az nem lesz sétagalop. Az nem lesz sétagalop, mert azzal, hogy mi most kinyitottunk egy olyan vitát a magyar társadalomban, hogy Kádár János nevét a programunk elé raktuk, ami valószínűleg meg fogja változtatni, tehát most is érzékeljük, hiszen a média, tehát egészen más dimenzióba kerültünk most már az elmúlt, talán egy hétben, amit tehát látunk. Tehát ki fog ez a vita nyílni, és azok az emberek, akik nem akarják, hogy itt az embereknek jobb legyen, azok nem nagyon fogják tudni tovább tűrtőzheti magukat. Eddig csöndben voltak, mondtuk, hogy 250 ezer, jó van, hát mondjátok, hogy 250 ezer lesz a minimálbér, meg a 50 ezer lesz a családi, és a többi. Rendben van. Ők is mondtak valami hasonlókat, tehát igaz, hogy bruttóban, meg majd 5 év múlva, de hát meg a fele, de hát jó lesz. Tehát ugye ők is elkezdtek ragadni, de nem nagyon. Na most ez idáig lehetett tartani, ez tovább nem fog menni. És ugye Magyarországon sajnos az elmúlt 30 évben elterjedt a bántalmazás. Ezt most nem fizikálisan mondom, hanem szóban. Itt mi az iskolában, a munkahelyeken, a baráti társaságokban és a politikában is nagyon sokat bántalmazzuk egymást. Ha valaki csúnyán ír, nem olyan ruhában van, mint a többiek, hosszú a haja vagy rövid a haja, elront egy mondatot, hibázik, akkor arra sajnos a magyar közélet, vagy közbeszéd, vagy mást mond politikailag, mint amit én gondolok, akkor ott sajnos nem érvek jönnek, vagy segítség, hogy legközelebb máshogy csinált, hanem általában a nyilvános megalázás,
illetve mindenképpen frontális támadás jön, és mi azt gondoljuk, hogy ez jönni fog, érezzük is ezt már, hiszen Ungár Péter milliárdos azt mondta a múlt héten, hogy hát tök jó lenne, milliárdos a fiatalember, 29 éves, az magyar ellenzék, egyik ellenzéki párt képviselője azt mondta, hogy hát jók lennének ezek a számok, de hát majd meglátjuk, hogy 23-24-be belefér-e ez az ember milliárdos. Hogy 250 ezer forint legyen a minimálbér. Ő majd meglátja. Tegnap a Demokratikus Koalíció Európa Parlamenti képviselője azt mondta ránk, hogy ez egy kamupárt. Azok az emberek, akik azt akarják, hogy normálisan lehessen élni, szerinte az kamupárt. Az Európai Parlamenti képviselő úr ez több pénzt keres, mint egy év alatt, szerintem, mint mi itt a sátorban így összesen egy év alatt. A mellette ülő Hajnal Tamás, egy másik nagyon jól szituált fiatalember, azt mondta, hogy mi azzal, hogy a 250 ezer forintos minimálbérrel, meg a 150 ezer forintos minimálnyugdíjjal és az összes többi dologgal, amit mi harcolunk, az a kétfarkú kutya párt, tehát ez egy vicc. Mi egy vicc párt vagyunk, mi viccelünk, szerinte ez egy vicc. Na, szeretném mondani, hogy ez a kezdet, itt minket bántani fognak, és azt szeretném nektek mondani, hogy minket ez nem érdekel. Titeket se érdekeljen. Ha bántanak, azt nem mondom, hogy ne üssetek vissza. Vissza szoktunk ütni, mi nem az a család vagyunk, aki nem üt vissza, visszaütünk, de, nem, de semmiképpen se gyűlöljön senki, mi senkit nem gyűlölünk, a politikai ellenfeleinket sem gyűlöljük. Egészen más a véleményünk arról, hogy mit akarunk. Ők kapitalizmust akarnak, ők szocializmust, ők azt akarják, hogy a vállalkozóknak menjen jól, mi azt akarjuk, hogy a dolgozóknak menjen jól, és egészen, ezt most nagyon sokáig tudnám mondani, hogy mi a különbség, de ezt meghagyom az elnökasszonynak és a miniszterelnök jelöltünknek. Tehát azt mondom, hogy mi nem fogjuk hagyni magunkat, határozottan vissza fogunk vágni mindenért, de a mi útunkon fogunk menni, és nem valami ellen fogunk harcolni, hanem valami mellett, és az a valami, az a Magyarország és a magyar dolgozóknak a jól léte. Ezért harcolunk, ezért fogunk politizálni, ezért fogjuk listát állítani, ezért van egy programunk, aminek igen, szocializmus a neve, és Kádár János a szűkített verziónak a névadója, ezért fogunk összegyűjteni elképesztő mennyiségű ajánlást a választásokon, és ezért lesz nekünk frakciónk 2022-ben a Magyar Országgyűlésben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen Székely Sándor beszámolóját, és én azt mondom, hogy köszönjük meg egy nagy tapsol a magyar embereknek azt a 318 ezer aláírást, amit adtak a 250 ezer forintos nettó minimálbér mellett. El kívánom mondani, hogy a beszédeket követően lesz lehetőség kérdések feltevésére, és azt majd moderáljuk megfelelőképpen. Most pedig megadom a szót Huszti Andreának. Köszönöm szépen. Székely Sándor köszönet nyilvánításához még csatlakoznék egy emberrel biztosan, és az Kádár János. Mert hogyha nem lenne az a kontraszt a Kádárira és a rendszerváltozás utáni Magyarországon, akkor sokkal nehezebb dolgunk lenne, úgyhogy én köszönöm Kádár Jánosnak. És szeretettel köszöntök én is mindenkit, aki megjelent itt ma, hogy meghallgassa ezt a bizonyos Kádár János tervet, ami ugye, ahogy már István már mondta, az igen szövetséges Magyarországért mozgalom szerint a magyar nép szociális felemelkedésének a terve. Általában azzal szoktam kezdeni a beszédeimet, hogy elmondom, hogy miért is alakult meg ez a párt, de most ezt egy más aspektusból tenném meg, kicsit visszamenve az időben, és egy személyes történettel. Engem már tínédzserkoromban is nagyon-nagyon érdekelt a politika. Mindenkivel politizáltam, akivel csak lehetett, unásig, család, rokonok, szomszédok. Leginkább a szomszédbácsi boros pincéjébe történtek ezek a nagy, néha vérre menő viták is.
és 17-18 éves voltam, amikor úgy gondoltam, hogy elkezdek magamnak egy politikai közösséget keresni, de én külvárosi lány vagyok, úgyhogy ez is megnehezítette, illetve ismerettségem sem volt, úgyhogy hát férjet hamarabb sikerült találnom, mint politikai közösséget, úgyhogy így nyilvánvalóan akkor más került a fókuszba. Sokan tudjátok, hogy én egy munkás családból jövök, és hát nem volt kérdés a választásokon, hogy mindig a baloldali alternatíva mellett döntsek, és mindig el is mentem szavazni, mindig választottam, amíg nem eljött 2010. Akkor fogalmazódott meg bennem az, hogy nekem munkásként nincs igazi alternatíva a magyar politikai palettán, és egy választásom van csak, hogy valami ellen szavazzak. Na hát ott nekem abból elegem lett, és nem mentem el választani 2010-ben, ezt most így ilyen férfiasan bevallom, csak nektek. De akkor elhatároztam, hogy minden tőlem tehetőt meg fogok tenni azért, hogy Magyarországon legyen újra baloldal, legyen alternatívája nekünk, a munkásoknak is, hogy végre valami mellett tudjunk szavazni. És el is kezdtem ezt a munkát. Az elmúlt 10 évben sikerült ehhez szövetségeseket, társakat találnom, gyűjtöttem tapasztalatokat, és bőven tágabb képet kaptam a mai jelenlegi politikai szereplőkről, és azt gondolom, hogy még a társadalomról is. És hát ennek eredményeképpen lehetek most itt, és nagy örömömre szolgál, hogy a társak és a szövetségesek, ti, köre egyre bővül, és egyre nagyobb a támogatottságunk, illetve az üzeneteink támogatottsága. Az emberek rezonálnak az üzeneteinkre. Ugye már többször elmondtam, hogy két mérés is volt az üzeneteinkkel kapcsolatban, közvéleménykutatás az idén. És mind a kettőből az látszódott, hogy az emberek nagy számban támogatják azt, hogy egy mai modernkori szocializmusban szeretnének élni, és nem a mai magyar vadkapitalizmusban. És hát ebben mindannyian egyetértünk, én azt gondolom, akik most itt vagyunk, hogy 32 évvel a rendszerváltás után meg kell állítanunk ezt a vadkapitalizmust. Azt a rendszert, ami egyébként a jelenlegi politikai tömbök közreműködésével sodorta szociális katasztrófába ezt az országot. Mert a kapitalizmus már így is óriási károkat okozott. A szociális katasztrófa mellett környezeti és morális válság alakult ki. És az emberek magukra vannak hagyva. Közösségeinket, legyenek azok baráti társaságok, szövetkezetek vagy munkahelyi csoportok szétverték. És ugyan egy modernkori szocializmust hirdetünk, de egy kis nosztalgiát azért engedjetek meg nekem. Mert régen, és értem ez alatt a Kádár érát, a barátok közösen építettek egymásnak házakat, ma jó, hogyha sörözni leülnek együtt. A munkahelyen összetartottak az emberek, közösen mentek tanulni, kirándulni, szórakozni. Ma már csak egymás riválisai vagyunk. Régen egy faluban együtt hajtott mindenki a TSZ-ekben, hogy jól menjen a közös munka. Ma a földesurak földjein dolgoznak az emberek ébérért. Szóval napestig sorolhatnám, de nem teszem, mert értjük, érezzük ezt mindannyian. A kapitalizmus a fogyasztói társadalom tönkre tesz minket, a családunkat, a barátainkat, Magyarországot és az egész bolygót. És mára már oda jutottunk, ahogy Sándor is beszélt róla, hogy folyamatosan bántalmazzuk egymást az iskolákban, a munkahelyeken, a közösségi oldalakon, akár a legkisebb dolgokért is. Durván, kegyetlenül, részvét nélkül. És ebből sajnálatos módon a média is kiveszi a részét. Szóval, ha nem állítjuk meg ezeket a folyamatokat, teljesen tönkre fog minket tenni. Na de nézzük meg, hogy ehhez képest milyen választási lehetőségünk lenne,
ha nem lenne az országgyűlési ambíciókkal rendelkező vegytiszta baloldali párt, ami ugye mi vagyunk, az igen szolidaritás. Hát nézzük. A jelenlegi politikai helyzet az, hogy két nagy politikai tömb van Magyarországon, a félfasiszta jobboldali Fidesz-KDNP és egy liberális szélső jobboldali együttműködés. A Fidesz-KDNP egy olyan pártszövetség, amely magát jobboldali keresztény néppártnak titulálja, ehhez képest valójában egy rablóbanda, akik bármire képesek azért, hogy hatalmukat megtarthassák és folytathassák a lopást. Jézusi gondolatok ugyan már. Minden csak a profitról és a haszonról szól, az ő személyes hasznukról. Még több föld, még több állami tender, még több stadion, még több kisvasút. A szemünk előtt lopják szét az országot. Miközben a dolgozó emberek 2-3 munkahelyen dolgoznak, hogy ki legyenek fizetve a lakáshitelek, hogy a gyereklábán legyen egy új cipő, hogy hónap elején be legyenek fizetve a csekkek. Nyaralás, mozi, színház? Felejtsd el, dolgozz és fogd be a szád, ezt üzeni ez a rendszer. És bizony sajnos a magyar dolgozók csöndben maradnak, miközben halálra dolgozzák magukat a munkahelyeiken. Sajnos a 30 éve tartó agymosás célt ért. Ha munkából keresed a kenyered, akkor nincsenek jogaid, mert te csak egy munkás vagy. Annyit érsz, amennyit keresel, amennyit az uraid adnak neked. Szóval ezt kínálja a Fidesz, leöntve magyarkodással, álkereszténykedéssel és megfélemlítéssel. Csak hogy mi nem félünk. És többé már nem fogjuk be a szánkat. Nem kérünk a Fidesz-KDNP álszent lózungjaiból, hazugságaiból. Na de akkor nézzük a másik oldalt. Tehát van a másik tömb, akiknek még nevük sincs. Illetve sok is van, hát attól függ, hogy honnan nézzük. Egyelőre nincs vezetőjük, és még azt sem lehet tudni, hogy pontosan mit szeretnének. Egyet tudunk, hogy ezt szívesen veszik, hogyha lebaloldalizzák őket. És annak ellenére nem határolódnak el ettől, hogy miniszterelnök jelöltjeik között van szélsőjobboldali, volt fideszes miniszter, vállaltan jobboldali keresztény polgármester, aki egyébként Fidesz szavazó volt, egy bankár fia, egy milliárdos hölgy, valamint egy olyan párttársalnöke, akik bár 8 éve léteznek, még sohasem mérették meg magukat önállóan választáson. Mégis mindig van frakciójuk, pozíciójuk, elképesztő mennyiségű pénzük, médiájuk. Hát csak éppen támogatottságuk nincsen. Állítólag tehát ők a magyar baloldal. Hát nem. Ennek a hatos fogatnak és a csatolt részeinek nincs koherens programjuk, nincs jövőképük, és valójában pontosan ugyanolyanok, mint a Fidesz-KDNP. Fizetésemelést úgy ígérnek, hogy nem ígérnek semmit. Bocsánat. Elszámoltatásról beszélnek, de közben elmondják, hogy az amúgy jogilag lehetetlen. Jobb oktatást ígérnek, de nem mondják, hogy elvennék az egyházaktól az iskolákat. Nem mondják, hogy hogyan fognak a szegény emberek jobb iskolához jutni. Nem mondanak semmit, csak azt, hogy Orbánt le kell váltani. És teszik ezt mérhetetlen gőggel és lenézéssel. Átgázolnak mindenen és mindenkin egy jó pozícióért. És bárkit megaláznak nyilvánosan, aki csak erre egy kicsit is mást gondol, mint ők. Ugyanezek a pártok az elmúlt 10 évben minden baloldali próbálkozást csírájában folytottak el. Jött az bárhonnan is. Csak hogy nekünk már ebből is elegünk van. Vége van a meghunyászkodásnak, vége van. Nincs több időnk, és legfőképpen nincs több türelmünk. 30 éve hallgatjuk, hogy majd mindjárt jobb lesz. Olyan emberektől, akiknek egyébként annyi pénzük van, hogy mi azt itt most elképzelni nem tudjuk. Aztán valahogy sosem lesz jobb. Szóval elég volt ebből, és elég volt abból is, hogyha bárki ez ellen fellép, akkor elintézik annyival, hogy neked savanyú a szőlő.
Tehát van a jobb oldal, van a liberális oldal, és most van történelmi esély arra, hogy mi együtt megcsináljuk a baloldalt. És ezt kizárólag egy vettiszta baloldali közösség tudja megcsinálni, és ezek vagyunk mi, az igen szolidaritás. Szóval a konklúzió az, hogy a következő hónapokban kénytelenek vagyunk két fontos harcot vívni. Az egyiket a kormány ellen, amely megnyomorítja a népet, a másikat pedig a jobboldali liberális ellenzéki tömb ellen, ami félig rasszista és abszolút kapitalizmus párti. És mi veletek együtt készen állunk erre a küzdelemre. Ki fogjuk harcolni, hogy mindenkinek legyen a feje fölött normális és biztonságos fedél, hogy jusson mindenkinek normális ennivaló, és hogy legyen mindenki számára ingyenes, jó minőségű és legfőképpen hozzáférhető oktatás és egészségügy. És nem beszélünk nagy dolgokról, csak nézzük meg az egészség fogalmát a WHO szerint. A teljes testi, lelki és szociális jóléti állapot. Csak erről beszélünk. Nincsen benne nagy truváj. Szóval ezek a dolgok az alapjai annak, hogy Magyarországon elkezdődhessen a szociális válság felszámolása. Mi az elmúlt másfél évben lehetetlen körülmények között is kiépítettük az országos hálózatunkat, megteremtettünk egy koherens programot, aminek igen szocializmus a neve. Vannak jelöltjeink, van miniszterelnök jelöltünk, és vannak támogatóink 100 000 számra, ugye ezt most már bizonyosan mondhatjuk, hiszen 318 000-en aláírták a kezdeményezésünket. De legfőképpen hitünk van. Hitünk abban, hogy mi vagyunk azok, akiknek ki kell harcolni, hogy 2022-ben ne csak az elit küldhessen képviselőket a parlamentbe, hanem a nép is. Vigyük be Magyarországot a Magyar Országgyűlésbe. És ehhez kérem most minden magát baloldalinak gondoló párt, mozgalom, aktivista, politikus csatlakozását, mert mi másfél év alatt megteremtettük a politikai baloldal alapjait, de a harcot, ami most következik, közösen kell, hogy megvívjuk. Várunk benneteket, bárhonnan is jöttök. És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy én is megköszönjem mindenkinek azt, amit eddig tett ezért az ügyért, és a továbbiakban is fog, és nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. És végezetül a liberális jobboldali pártoknak és az őket támogató sajtónak szeretnék üzenni, mert nem fogjuk hagyni az abúzálást. Kezünkbe vesszük a sorsunkat, mert most van itt az ideje. Gyűlölet helyett szolidaritást, abúzus helyett elismerést, igen, szocializmust. Köszönjük szépen Huszti Andreának az objektív, harcba hívó és reményteli beszédét. Most pedig felkérem a Melós Pride-on Szanyi Tibor miniszterelnök jelöltünket, hogy mutassa be a Kádár János tervet. Tisztelt elnökünk, kedves barátaim! Hát én is köszöntök mindenkit ezen a verőfényes szombat déli órákban, és egy kicsit úgy érzem magamat, mint kéne éreznünk magunkat egy Forma 1-es versenyen, a Ferrari csapatgyűlésén, hogy itt ilyen piros pólók, Krisz Norbinak köszönhetően ilyen gyönyörű piros sapka is néhány kísérleti példány erejéig. De hát amit Andrea fölvázolt, az valószínűleg megfelel ennek a képnek. Kétségtelen, hogy ez alatt az elmúlt másfél év alatt, főleg így visszanézve, igen szép és eredményes utat jártunk be. Persze ez azt is jelenti, hogy hát azért még mindig nagyon az út elején vagyunk, ahogy a kínaiak szokták mondani, hogy a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. És hát bármennyire is látványos volt az első lépésünk az elmúlt másfél évben, most jutottunk odáig,
hogy tulajdonképpen menetfelszereléssel rendelkezzünk, ami azt jelenti, ahogy Andrea is fogalmazott, meg Sándor is, vannak jelöltjeink, van politikai programunk, van választási programunk, és főképpen van hihetetlen nagy lelkesedés. Miniszterelnök jelöltünk, és bocsánat, és leginkább van ezen felül pedig tényleg elkötelezettségünk és elszántságunk ahhoz, hogy végigüljük ezt a küzdelmet. Én bízom ebben az egész csapatban, nem csak akik itt vannak, hanem akik ilyen-olyan okoknál fogva nem tudtak ma eljönni, de nyilván egyrészt az interneten követik figyelemmel a tevékenységünket, a közvetlen pártfórumok révén is, meg hát remélhetőleg valamennyire a sajtó révén is. És én határozottan azt mondom, hogy bízom ebben a közegben, mert ahogy Sándor említette, azért bántottak minket elég rendesen. Fognak is. És nagyon jókedvűen viseljük ezeket a bántásokat, bár hozzáteszem, hogy méltósággal viseljük ezeket a bántásokat, mert hogyha minket bántanak, azzal igazából a magyar népet, a magyar dolgozókat bántják. Nos, kedves barátaim, ez a mai nap, és köszönöm a szervezőknek, hogy lehetővé tették ezt a mostani alkalmat, hogy elővezessük azt a választási programként apostrofált tervet, elgondolást, ami egyébként nem nagyon tér el a politikai programunktól, inkább annyi a különbség, hogy a politikai programunknak egy olyan esszenciája, amire azt mondjuk, hogy ez az, amit körülbelül egy ciklus alatt, főképpen annak is az elején meg tudunk oldani, kiváltképp abban az esetben, hogyha ugye az országgyűlésbe bejutunk. Ez egy nagyon nehéz művelet, ezt nyomatékosítani szeretném, tehát nem diadalmenet ez csupán, hanem egy nagyon komoly küzdelem, de hogyha ez az 5% vagy több megvan nekünk, akkor tulajdonképpen a mai matematikai logika is azt mondja, hogy a két nagy tömb, az egyik ez a nemzeti konzervatív tömb, a másik pedig ez a fasisztoid liberális tömb között elhelyezkedve, akármelyik oldalt is igenis bele tudjuk kényszeríteni abba, hogy a mi programunk sarokköveit a Magyarországgyűlés végvigye. Ez az értelme annak, hogy van politikai programunk, ez az értelme annak, hogy van választási programunk, ez az értelme annak, hogy van miniszterelnök jelöltünk, de főképpen ez az értelme annak, hogy van szép száma jelöltünk, és nagy valószínűséggel itt a kellő időkre a kellő létszámokat adminisztratív értelemben is teljesíteni fogjuk tudni. Most ezen bevezetőt követően engedjétek meg nekem, hogy ismertessem veletek a Kádár János tervet, amely névadás egyébként sok minden más mellett Huszti Andreának köszönhető. Egyébként tényleg ő az igazi névadó, mert ő adta a nevet a pártnak, ő adta a nevet most a programuknak is. Bár nem terveztem, hogy több gyerekem lesz, de hogyha lesz, akkor annak is majd fölkérlek, hogy legyen a névadója. Nos, kedves, őt elég. Őt most így hirtelen nyilván elég. Na, de hát az élet az kifürkészhetetlen. Szóval a Kádár János terv, amelynek a mottója az, hogy a krumplileves legyen krumplileves. Talán ismeritek ezt Kádár Jánosnak egyik legidézettebb mondása. Nem egészen így mondta, de tényleg ez volt a tartalma. És ez egy őszinte világot feltételezett, és én azt gondolom, hogy mi egy olyan világban vagyunk érdekeltek, ahol szó szerint nevén lehet nevezni a gyereket, és ezért ismerjük mi azt mondani, hogy igen, mi szocializmust akarunk. Nem magyarázkodjuk, na de így, meg na de úgy, igen, mi szocializmust akarunk. A másik pedig az, ami még az alakulásunkhoz visszamegy, az a mi mottónk, hogy ez egy olyan görögdínje párt, hogy belül vörös, kívül zöld, tehát a munkás dolgozói tömegek iránti elkötelezettségünk az egyben párosul egy nagyon komoly környezeti felelősséggel is. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy a párt menüje, hivatalos menüje ezen túl az lesz, hogy krumplileves, és utána desszernek görögdínje. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom annak a Magyarországnak a megteremtéséért küzd, aminek legfőbb célja a magyar emberek jól létének kétellel, jól létének biztosítása, elsődlegesen pedig, ahogy erről már volt szó, többször is, de megerősítem, a szociális válság felszámolása. A pártunk, az ISZOM, ez a szocializmushoz, korunk szocializmusához vezető út első lépésének tekinti. Ilyen értelemben a szociális válság felszámolása
korunk szocializmusa maga. És ezt én nagyon köszönöm, ezt a definíciót Zolai Andrásnak, mert ezek igazából az ő szavai voltak. A Kádár János terv alapvetően az igényes táplálkozáshoz, a kellő lakhatáshoz, az egészséghez és a fejlődéshez való jogok biztosítására törekszik, a szolgáltatásokhoz történő hozzáférés garanciájának megteremtése révén. Nem elég azt mondani, hogy ennyit, meg annyit, meg amannyit biztosít egy kormány valamilyen célra. A kérdés, ki fér hozzá? Ki ennek a kedvezményezettje? Ki jut hozzá? És ezért mondjuk mi azt, hogy a modern szocializmus egyik kardinális kérdése a hozzáférés, a társadalmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés világa. A magyar történelemben először a Kádár János nevével fémjelzett korszak volt az, amelyben a dolgozó emberek ki tudtak törni a szegénység, a nyomor és a kilátástalanság fogságából, és világos perspektívához jutottak. Lehetett érezni, hogy jövőre, jövő hónapban picit jobb lesz. A Kádár korszak kialakulása, majd elmúlása egyaránt döntően külső világpolitikai hatásokra következett be. A kádári Magyarország azonban a számára döntően kívülről kapott kereteket a szociális fellendülés megteremtésére használta ki. Ez egy olyan korszak, amikor azt mondjuk Magyarország jól élt azzal a lehetőséggel, azzal a szűk lehetőséggel ráadásul, amit számára a világpolitika kiosztott. Kádár János hatalomra kerülése, illetve hatalmának megszilárdítása persze máig sok vita tárgyát képezi, viszont történelmünk sok más nagy vezető személyiségének módszeréhez képest kifejezetten mértékletesnek mondható. Kádár János azonban egyedülálló abban a tekintetben, hogy hatalmát a legkevésbé sem hedonistaként gyakorolta, s a néha neki, de különösen kora állami, a saját kora állami vezetőinek időnként felrót, úgynevezett elvtársi luxus, még annak teljes terjedelmében sem hasonlítható tucatni nervitéz akár csak egyetlen napjának pompáihoz és szobzódásaihoz. Kádár János nagyságrendekkel többet biztosított a magyar népnek, mint bármelyik elődje vagy utódja. Milliók, milliók, milliók jutottak rendes ételhez, lakáshoz, orvoshoz, iskolához. Az igen szolidaritás ezekért nevezte el a nemzeti felemelkedés szolgáló vízióját Kádár Jánosról, amely egyszer s mind a párt 2022-es választási programjának tekintendő. A múlt legyen múlt, a jövő viszont legyen modern szocializmus. Rövidebben, pénzt a dolgozóknak, pénzt az embereknek. Az alapokról szólva és ismerve, illetve tudomásul véve, hogy a tőke gazdasági szerepét világos, hogy a pénz önmagában nem szül értékeket, még a bankokban sem. Az új értékeket mi, a dolgozók milliói hozzuk létre, és bizonyos fokig ideértve még a nagytőkések intézőit is. Az ISZOM elsősorban a jövő, a jelen és a múlt tekintetében munkájukból élő emberekre összpontosít, azzal az igénnyel, hogy a munka és a tőke osztozkodásában az előbbihez, tehát a munkához tartozóknak sokkal több jár, mint amennyihez ma hozzájutnak. Csak az a cégtulajdonos nem tud többet fizetni a dolgozóknak, aki maga sem él jobban, mint a munkásai. Az ISZOM ezért elengedhetetlennek tartja a minimálbér drasztikus megemelését arra a szintre, amely korunk elfogadott életviteléhez szükséges. 2021-ben ez nettó 250 ezer forint, és ezzel nem mondtunk még semmit, vagy nem mondtunk túl sokat ahhoz képest, hogy jövőre a választás évében ez még akár felfele módosulhat. Ez a szint bár magasnak tűnhet, de csak az eddigi nyomorúságainkba való beletörődés folytán. Ez a szint azonban az egy dolgozóra jutó GDP mindössze egy hatoda. Megjegyzem, a német szint felese.
Ez a szint a magyarhoz képest hasonló közép-európai országokban, lényegében a 2004-es EU csatlakozás ügynevezett új tagállamaiban gyakorlatilag teljesítettnek tekinthető, bár bruttóban. Az iszom tehát nagyságrendileg 1/5-nyivel lövi fölé a magyar jövőt a szomszédaink realitásaihoz képest. Igen, gazdagabbak akarunk lenni. A párt az egészségügy, az oktatás és a rendvédelem területén azonban, Szilvi, hol vagy, nettó 350 ezer forintos ágazati minimálbért akar bevezetni. Az iszom, ahogy Sándor is mondta, egy új jövedelmi formát tervez, a szociális minimum jövedelmet. Itt arról van szó, hogy minden felnőtt ember jövedelme érje el legalább a létminimum szintjét. Egy szociális állam ezt minden polgárának biztosítja. Jó, lehet, hivatalos létminimum számítások már jó ideje nincsenek. Magyarországon azonban az egyes becslések, de legalább a tapasztalati tény azt mondja, hogy a létminimumhoz havonta és fejenként 100 ezer forint szükséges, amiben azonban sem egy elrontott háztartási eszköz pótlása, vagy elromlott háztartási eszköz pótlása, sem egy váratlan betegség átvészelése, sem bármilyen rekreáció, pihenés, például egy kisebb nyaralás sem fér bele. Ha bármely felnőtt embernek nincs ennyi jövedelme, akkor azt erre a szintre kell kipótolni. A létminimum minden körülmények között garantálható, hiszen az csak annyit fejez ki, hogy az adott ország adott teljesítménye szerint mibe kerül a megélhetés alapja, mi az elvárható legkisebb jövedelem. Ahol tömegek szorulnak ezen szint alá, ott bizony az elosztási arányok ordító torzulásáról beszélhetünk. Itt egy kis kitérőt hadd tegyek, mert ennek az intézkedésnek semmi, de semmi köze nincs az úgynevezett feltétel nélküli alapjövedelemhez, már csak azért is, mivel ennek feltételei vannak, például a jövedelmi helyzet, továbbá mi meghagynánk az adóknak a szerepét. Köznapi értelemben véve minden emberi társadalom munka alapú. Ne dőljünk be az olyan demagógiáknak, amikor valaki munkaalapú társadalmat hirdet, mert minden társadalom az. A jövő generációinak családon belüli nevelése, képességeinek fejlesztése elvitathatatlanul munka és a nemzeti össztermék része. A felelősségek és a terhek arányosítása okán az iszom különösen fontosnak tartja a családi pótlék intézményét, amelyet a létminimum felében határoz meg. Ez a szám a fentiekből következően gyermekenként és havonta jelenleg 50 ezer forint, amely csak a tehetősebb szülők anyagi helyzetének fényében legyen mérsékelhető. Az iszom tartózkodik attól, hogy félrevezető határokat húzzon a szegények, a tehetősek és a gazdagok közé. A mainál jóval nagyobb teherviselést a gazdagoktól vár. Gazdagnak azt tekinti, akinek a vagyoni, jövedelmi helyzete munkanélkül is fenntartható. A nyugdíjak legkisebb szintje alaplépésként a szociális minimum jövedelem 100 ezer forintja. Mivel a nyugdíjasoktól azonban nem várható el a jövedelmi helyzetük önálló javítása, ezért az iszom egy egységes, egyszeri és havi 50 ezer forintos emelést tervez, ami lényegében egy lefelé növekvő arányú javítás. A párt a későbbiekben a legkisebb nyugdíjat a nettó minimálbér százalékában akarja meghatározni úgy, hogy az a létminimumnál jelentősen magasabb összeg legyen. Ez azonos az EU-ban fősodorként elfogadott arányjal, tehát az európai minimálbér vagy az európai minimál nyugdíj kérdés körével. Ami egy számítás és nem egy abszolút összeg. Az iszom tehát 150 ezer forintos legkisebb öregségi nyugdíjat kíván tető alá hozni, és egyúttal felülvizsgálja a pusztán kettős állampolgárság okán biztosított juttatásokat, visszaállítja a szolgálati jogviszonyokból adódó korábbi, de megvont kereteket, ezeken felül pedig 1,5 millió forintos nyugdíjplafont vezet be, aminek egyébként megjegyzem, csak szimbolikus jelentősége van, mert az országban jelen pillanatban 106 embernek van 1 millió forintnál nagyobb nyugdíja, de ezek között van, akinek 5. Tehát ezeket az egészen abszurd nyugdíjakat gondoljuk bekorlátozni a legkisebb öregségi nyugdíj 10-szeresével, ami egyébként a jövedelmek szintjén is majd lesz tanulsággal. Tehát rengeteg alapvető korrekcióra van igény, ilyen azonban a külön
kiemelve a deviza és általában a hitelkárosultak helyzete. Sajnos a kárpótlásnak vannak visszafordíthatatlan vonatkozásai, mert az 5000 öngyilkos honfitársunk élete nem hozható vissza. Ahol lehet, ott a rendezés elve, alapelve, a vissza a babaruhát mondáson alapszik, azaz egyebek közt horvát mintára, Horvátország mintájára, a bankok által kikényszerített s feléjük az állam által bűnösen garantált extra profit a hitelfelvevőknek visszajár. A tavagyűrűző hatások folytán 2 millió magyar ember sorsának rendezéséről beszélhetünk, egyben megemlítve, hogy a korábbi úgynevezett rendezések folytán a tehetős adósok szinte már mind a pénzüknél vannak. A magyarországi bankok Európában is kiemelkedő sarcait az ISOM egy elfogadható szintre fogja mérsékelni. Az állam azonban nem csak a hitelek területén, hanem sajnos a rendvédelmi dolgozók tekintetében is végzetes hibákat követett el, és ezért jóvátétellel tartozik. Az ISOM a rendvédelmi dolgozók eredeti jogosultságainak megvonásából fakadó károk maradéktalan helyrehozatalát tervezi. A kárpótlást új életpályamodell bevezetése követi. A szociális válság egyik leginkább szembetűnő jele a lakhatási válság. A neoliberális politika Magyarországon is azt akarja elhitetni, hogy ez mindössze a legfeljebb pár tízezer hajléktalannak lenne az ügye és problémája. Pedig sokkal-sokkal többről van szó. Leromlott, alig fűthető, egészségtelen hajlékok százezreiről beszélünk, egy-két szobára szorult családok sokaságáról, és lényegében a fiatalabb korosztályok akut otthontalanságáról. Gyakorta a lakossági szolgáltatások hiányai okozzák a lakhatatlanságot, például a büdös, ihatatlan csapvíz, az el nem vitt hulladék és hasonlók. A mai nagyvonalúan saját tulajdonúnak mondott és hitlakások millióin azonban hosszú távú hitel, netán röghöz kötő kormányzati követelés van. Sajnos csak nagyon feltételesen mondható, hogy az emberek sajátjai lennének. Baj esetén viszi a bank, vagy az állam, vagy az önkormányzat nevében a végrehajtó. Milyen saját lakás ez? Az ISZOM ezért a kádári időköz hasonló léptékű állami bérlakás építési programot tervez indítani, természetesen az önkormányzatok bevonásával. A cél legalább évi 50 ezer magas minőségű és elérhető bérű lakás felépítése, amelyekkel az állami szociálpolitika közvetlenül is gyakorolható. Ez az évi 50 ezer lakás egyébként pont annyi, amennyi a rendszerváltás óta nem épült meg a korábbi évekhez, például a Kádár korszakhoz képest. Az egészséghez való jog sajnos ma már csak üres frázis. Legfeljebb azok élvezhetik, akik ezt saját maguk meg tudják fizetni. Mindenki másnak pedig a romló fogak, az éppen hogy elvégzett kezelések és a lábon kihordott és egyre súlyosabbá váló betegségek jutnak. Nem véletlen, hogy egyébként példásan magas átoltottsági mutatók mellett a Covid Magyarországon szedte arányaiban a legtöbb halálos áldozatot, szinte a legtöbbet. Az ISZOM ezért tető alá akarja hozni a mindenkire kiterjedő és teljes értékű társadalombiztosítást, amely jog és kötelesség egyszerre. A párt a szándékos nem fizetést bűnnek tekinti. A cél az emberek lakóhelyétől legfeljebb egy órányi, és ismétlem elérhetéssel minden rutin jellegű szolgáltatás biztosítása, és igen, a fogászat is. Az ISZOM oktatási felfogásának középpontjában a tudáshoz való hozzáférés minden magyar ember számára és minden koron való biztosítása áll. Fontos szakmai kérdés, hogy mi és miként történik az iskolákban, oktatási intézményekben, emellett azonban a párt számára annak van különös politikai jelentősége, hogy a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek kellő segítség biztosításával, azaz térítésmentesen oda is kerülhessenek, és élvezhessék a támogató szolgáltatásokat, az étkezést is ideértve. A közoktatás, a szakképzés és a továbbképzés állami feladat. Sem egyháznak, sem más
magáncégnek nem szervezhető ki. Az érettség az legyen az, ami a neve. Ide tartozik az idegennyelvi vizsga, a digitális jártasság, a jogosítvány, az úszni tudás, de a közéleti, ahogy a pénzügyekbe való elfogadható ismeretanyag úgy szintén. A párt oktatási hitvallása szerint, ahogy ezt Sanyi is hangsúlyozta, a nem tudás szankcionálása helyett a tudás honorálását tekinti mértékadónak, és a gyermekekre helyezett pszichés nyomás enyhítése véget a lexikális tananyag csökkentésére törekszik. Az ISZOM szorgalmazza a tankötelezettségi korhatár felemelését legalább 18 évre, ezért a középiskola és az egyetem közé, illetve az utóbbi során önkéntes közösségi szolgálati intézményt kíván létesíteni, amelynek ideje alatt legalább a szociális minimum jövedelmet, tehát a 100 000 forintot biztosítja, hogy a felnőtti pályakezdés és a sok vergődés helyett jellemzően társadalmi és hasznos tevékenység legyen. Az önkéntesség kiváló terepe lehet egyébként a katonaság, vagy meg annyi szociális szolgáltatás, mint például az egészségügyi kisegítés, idős gondozás, gyermekfelügyelet. A cél, hogy minden magyar fiatal 22 éves korára legyen valamihez értő és kezdeti élettapasztalattal rendelkező, magabiztos ember. A közéleti döntésekbe való beleszólást a párt azonban már 16 éves kortól akarja biztosítani a választói korhatár leszállításával. Egy mai 16-17 éves fiatal jottányit sem tekinthető felelőtlenebbnek, mint bármelyik másik felsőbb korosztály tagjai, sőt, bármi is az ellenérv, a jövendő nemzedékek jövőjéről van szó, amit a mai felnőttek sajnos szemmel láthatóan aláástak. A szociális lét elengedhetetlen kelléke az épségben tartott környezet. Az ISZOM környezetvédelmi intézkedések sokaságát kívánja megvalósítani. A párt az elkövetkezendő 5 évben legalább 1000 konkrét intézkedés részese kíván lenni, alapvetően a civil világ hangjára hallgatva a következő főbb területeken. 1. Energia és anyagtakarékosság. 2. Levegő, víz és talajvédelem. 3. Állat és növényvédelem. 4. Építési kultúra. A mentális környezetvédelem érdekében a közszolgálatot ellátó sajtó és a média reklámmentességi támogatást kap. Ne legyenek rászorulva a köz érdekében dolgozó médiumok a reklámokra, a kapitalizmus fő acsarkodóinak reklámjaira. A gazdaság szociális teljesítőképességének erősítése véget az ISZOM új lendületet kíván adni a szövetkezetek létesítésének az élet minden lehetséges területén. Csak a teljesség igénye nélkül sorolok pár szövetkezeti lehetőséget. Falu szövetkezet, szociális szövetkezet, energia szövetkezet, befektetési szövetkezet, fogyasztási szövetkezet, értékesítési szövetkezet, vízügyi szövetkezet, termelési szövetkezet, és még sok minden másnak a szaporítása cél, ideértve a megosztáson alapuló tevékenységeket is, ez amit shared industriesnek szoktak mondani egyébként a modern kifejezések világában. Az ISZOM a szakszervezeti tagságot minden dolgozó számára ajánlottá, de az 5 főnél többet alkalmazó munkahelyeken kötelezővé teszi. Ezzel párhuzamosan a párt a munkavilágát érintő törvényeknek a dolgozók javára történő gyökeres átalakítását is tervezi. Az ingyenes, vissza nem térítendő állami támogatással épült szállodák megfelelő kapacitás hányada a szakszervezeti üdültetés körébe kerül. Mészáros Lőn is örülhet, amennyi pénzt kapott a szállodaért az államtól, pont annyi dolgozó fog nyaralni az ő épületeiben. A politikai tisztaság érdekében a pártok támogatása is változik. A pártok, illetve jelöltek, az önkormányzati, az országgyűlési és az európai parlamenti választásokon elért minden egyes szavazatuk fényében 1 eurónyi forintot kapnak a következő választásokig, és kész. Az indulók persze előlegre jogosultak a végeredmény szerinti elszámolással.
A magyarországi lakóhelyjel nem rendelkező választópolgárok szavazatai viszont kívül esnek ezen az elszámoláson. Sokan sokszor kérdezik, milyennek a fedezete. Nos, az iszon világosá teszi, hogy ennek a fenti tervnek az alapja ugyanaz, mint a mai nyomorúsági, azaz a dolgozók által megtervelt javak, azonban igazságosabb elosztással. Pontosan azt akarjuk elosztani, ami van. Semmivel többet, de kevesebbet sem. A párt a neoliberális kapitalizmus tékozló pusztítását a szocializmus igazságával fogja szembesíteni. Az elsődleges megoldás a munka és a tőkejövedelmek azonos szintű terhelése, szemben a mindennapok emberei számára működtetett jelenlegi adópokollal, illetve a gazdagok adómentes mennyországával. Ennek értelmében a cégtulajdonosok, a cégosztalékok, a munkabérekhez hasonló járulékokkal kell számoljanak. A párt azt is nyomatékosítja, hogy a minimálbér emelését a munkahelyek lehető legnagyobb részének megvédésével, megőrzésével hajtja végre. Ennek érdekében a mikrovállalkozások esetében, ami egyébként európai definíció szerint a 10 fő foglalkoztatottnál kevesebb, illetve az évi 700 millió forint árbevétel alatti cégek, hát ezek a mikrovállalkozások, nem is kis, hanem mikrovállalkozások, a dolgozók érdekeinek figyelembevétele és aktív részvétele mellett a plusz terhek egy részét, akár teljes egészét elengedi, vagy kompenzálja. Ilyen értelemben a kicsiknek nincs aggódni valójuk. Az állam által nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűnek minősített cégeket, beruházásokat államosítjuk, a korábban biztosított támogatások arányában, avagy megszűnik az ilyen státuszuk. A közszolgáltatók esetében minden ágazatban állami szolgáltatókat hozunk létre a meglévő magáncégek mellé. És a végső tulajdonosaikat vagy kedvezményezettjeiket felfedni nem kívánó, azaz offshore, tehát Magyarországon bejegyzett cégek, de külföldi tulajdon, ismeretlen külföldi tulajdonban lévő cégek vagyona automatikusan állami kezelésbe kerül a tulajdonviszonyok megnyugtató tisztázásáig. Ez konkrétan azt jelenti, hogy amíg nem jelentkezik az a NER lovag, aki a tulajdonos, hogy övé a cég, addig az a cég állami kezelésbe kerül, ha pedig jelentkezik, akkor pedig elszámoltatás következik, hogy miből tetszett tudni ezt létrehozni. És végül egy garanciális elem, amit alapvetően Székely Sándor indítványozott ebbe a tervbe, és azt hiszem valamennyien nagyon megszerethetjük. Az iszom ugyanis szakítani akar az álságos, ködös, úgynevezett nemzeti konzultációk, meg aláírásgyűjtések, meg mit tudom minek a rendszerével, és helyette a mai kornak megfelelő népszavazási intézményt kíván és fog teremteni elektronikus kiterjesztéssel, mint helyi vagy országos vonatkozásban. Csak jelzem, ez a pici párt 318 ezer aláírást küszködött össze interneten és személyes gyűjtéssel, szisztematikus sziszifuszi munkával. Na most képzeljétek el, ha ezt kiírhatnánk népszavazásra. Mennyivel erősebb lenne ez az akarat, bár így se kicsi. Végezetül a Kádár rendszernek leginkább azt rólják fel, hogy akkor a nép a gazdasági realitások felett élt, gulyás kommunizmus. Hát a mai szárnyaló adatokat és a tömeges és másik oldalról meg a tömeges nyomor tekintve inkább az mondható, hogy jelenleg a magyar nép a gazdasági realitások alatt él. Az iszom mindössze arra helyezi a hangsúlyt, hogy a magyar nép a gazdasági realitások igazságos szintjén éljen. Záró mondatként ez azt jelenti, senki nem kerülhet az útszélére. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen miniszterrel jelöltünknek a program bemutatását. Szerintem ezzel a programmal bátran mehetünk harcba, mivel az egyik kezünkre pajzsot.